a Crest Test kitöltése. Itt simán át kell haladni a búják között. Ez szűkülni fog a vége, vigyázz. Egy rövid bejárás az ügyességi pályán. És már indulhatott is a verseny élesben délután az Árpád Technikumban. Délután tartották a középiskolás közlekedésbiztonsági kupa megyei döntőjét. Az elmúlt két évben a pandémia miatt nem tudták megszervezni a versenyt, azonban idén újból kipróbálhatták magukat az ügyességi pályákon a megyéből érkező fiatalok. A versenyre kerékpár, személygépkocsi és segédmotorkerékpáros kategóriában lehetett nevezni. Virág Kristóf utóbbiban indult, két barátjával együtt jelentkezett a megmérettetésre. Én nem ezt a motort szoktam, nekem van a sajátom, nekem ez ahhoz képest igazából kicsit instabil volt. Azt mondom, hogy egy, talán harmadik hely, második hely meg lesz szerintem a dobogon. Öt iskolából 11 fő jelentkezett ez évben a megyei döntőre. Az idei volt a 17. megyei verseny. A cél pedig a kezdetek óta ugyanaz, a tanulók közlekedési ismereteinek bővítése és a balesetmentes közlekedésük elősegítése. Ha már valaki egy picit is készül erre a versenyre, akkor egy kicsit átnézni a Crest szabályokat, egy kicsit gyakorolja annak a járműnek a kezelését, tehát ha csak azt elérjük, hogy akik részt vesznek ezen a versenyeken, a Crestát nézik, tehát gyakorolnak egy picit, akkor már biztonságosabban tudnak a közúti forgalomban közlekedni. A közlekedésbiztonsági kupa kategóriáinak első helyezettjei felkészítő foglalkozásokon vesznek majd részt, és képviselik megyénket a június elején Balatonalmádiban és Veszprémben rendezendő országos döntőn. A legutóbbi országos versenyen egyébként olyannyira jól szerepelt a fehérvári csapat, hogy kerékpár és segédmotorkerékpár kategóriában, valamint csapatban is országos bajnoki címet hoztak haza.